Megtelt a Ciszterciren Nagy Lajos gimnáziuma díszterme Baranya vármegye és Pécs kisebb-nagyobb iskoláiból érkezett tanulóival és felkészítő tanáraikkal. Azok vettek részt a díjátadó ünnepségen, akik kimagasló teljesítményt értek el a 2023-24-es tanévben. Ezeket a versenyeket az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központja szervezte. Nagyon sok hátrányosabb helyzetű intézmény csapata is indul ezeken a versenyeken. Most jelen pillanatban 106 tanuló, 66 felkészítő tanár és 36 iskola kapott meghívást erre a díjkiosztóra, ami nem csak azért érdekes, mert itt az első hármat díjazzuk és eredményeket tudnak hazavinni a tanulók, hanem értelemszerűen az ide vezető út, az a tudás, az a kompetencia fejlődés és az a tapasztalat, amit ez alatt az idő alatt szereztek, ez az igazi tehetséggondozás. Idén 25 éves az Oktatási Hivatal, mely minden évben megszervezi a tanulmányi versenyeket. Fő feladata a tehetséggondozás, tehetségkibontakoztatás. Számos tehetséggondozási pályázaton vesz részt az Oktatási Hivatal, együttműködve a Nemzeti Tehetségprogram céljával. Működtetünk online felületeket tehetségméréssel kapcsolatosan, ahol megpróbáljuk megtalálni nem csak az óvodás tehetségcsírákat, hanem egészen a fiatal felnőtt korig kísérjük folyamatosan és hosszú távon a tehetséggondozásnak az útját. Több mint 100-an vettek részt a díjátadón. Mindig nagy-nagy öröm, amikor kreatív, innovatív fiatal tehetségekkel találkozhatunk, és ez egy teljes éves tevékenységnek a megkoronázása, hiszen a Pedagógiai Oktatási Központ több fordulós csapat és egyéni versenyeket hirdetett. Nagyon-nagyon sok munka van benne, és azt gondolom, hogy a mai ünnepség és ez a díjkiosztó gála ennek az egész éves feszített munkának a megkoronázása lesz. Őri László, a Baranya vármegyei önkormányzat elnöke elismerő szavakkal köszöntötte a tanulókat és tanáraikat, valamint megemlékezett a távollétükben a szülőkről, nagyszülőkről, akik támogató hozzáállása nélkül a gyerekek jó eredménye nem valósulhatott volna meg. Engedjétek meg, hogy így ezen a kora nyári napon is mindannyiunk nevében, egész Baranya nevében nagy szeretettel és tisztelettel gratuláljak mindannyiótoknak, és hálás szívvel köszönetet mondjak azoknak a pedagógusoknak, akik segítették a ti egész éves, vagy adott esetben több éves munkátokat, mert ezeket a szép eredményeket elértétek, és engedjék meg, kedves pedagógusok, hogy önöknek is köszönetet mondjunk, hiszen egy-egy gyermek nevelése, felkészítése mögött nem csak néhány hét, néhány hónap, de sok esetben több évnyi elkötelezett munka és szolgálat áll. Őri László az ünnepségen elnöki kitüntető díjat adott át az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központja részére. Egy olyan összeszokott, jól működő, magas szakmai munkát végző pedagógiai közösség az övék, amely talán egy-egy iskola vagy a tankereti világ árnyékában működik, és én fontosnak tartjuk azt, hogy az Oktatási Hivatal munkáját is a pedagógus naphoz közelítve, vagy annak apropóján egy kicsit láthatóvá tegyük, és így egy nagyobb közösség figyelmét is ráirányítsuk az önök munkájára. 1952 óta június 2-a pedagógus nap. A vármegyei elnök az időpontra utalva elismerő szavakkal méltatta a tanárokat és valamennyi pedagógiai munkát végző embert.